A 60-i Kocsis Albert Zeneiskolai már 8 éve szervezi az országos barokkfesztiválokat a téli időszakban, és felmerült az igény, hogy a tavaszi fél év végén is jöjjön létre egy barokkzenét bemutató fesztivál. Így született meg a mostani rendezvény, az első országos 60-i Zeneiskolai Bach-fesztivál. A nevezők 9 és 18 év közöttiek lehettek, akik hegedű, gitár, fuvula, furulya, klarinét, ének, zongora, csembaló és orgona játékukkal örvendeztették meg a hallgatóságot, és ezen kívül még kamara együttesek is felléptek. Pusztán tényleg a barokkzene sikereiben, országos sikereiben felbuzdulva tettük most 60 városát második alkalommal is az év során a barokkzene központjává. Bach műveire azért esett a választás, mivel ő a legegyetemesebb zeneszerzője a barokk korszaknak. A Kállai Gábor, Bozai Balázs és Petró Nagy Nóra alkott a zsűri, ezúttal nem hangszeres kategóriánként vizsgálta az előadókat, hanem korcsoportonként hallgatta meg a műveket. A mostani fesztiválra 22 városból érkeztek, az összes nevesen magyarországi régi zenei központ képviseltette magát, hiszen 45 résztvevővel zajlott a megmérettetés. Aminek nagyon örülünk, hogy jó ideje a barokk fesztiválra is. Magyarország azért ismert régi zenei műhelyei, mint ahogy most hallottuk, és a nagyszerű furulyás produkció Nánási Ádám egyébként virtuóz a sztár előadásában. Tehát az összes magyarországi régi zenei műhely az megmutatja most már magát ezen a fesztiválon rendszeresen. A mostani fesztivál valóban fesztivál volt, ahol nem helyezéseket osztottak, hanem arany, ezüst, bronz és kiváló minősítést lehetett szerezni. A 60-i Kocsis Albert Zeneiskola növendékei közül 3 arany, 1 ezüst és 1 kiváló minősítést szerzett produkció mutatkozott be az első országos 60-i zeneiskolai Bach-fesztiválon.